bazamos nehéz lehet szerintem edzőként megbírkózni azzal, hogy van egy játékosod, aki, aki hát, ha nem, nem nagyobb, mint a csapat, de te hogy gigász. És akkor mit csinálsz egy gigásszal, aki még fizikálisan, elképesztően rendben tartja magát, Igazából büdös szót nem lehet szólni, sőt, arra, hogy jó, elment Szaudarábiába, jó, ő a legnagyobb király, keres egy csomó pénzt, de rúg egy csomó gólt ráadásul és nem is biztos, hogy olyan rossz neki, hogy egy kisebb intenzitású bajnokságból jön, és akkor ezt a gigászt neked be kellene raknod, mert hát ha nem, akkor egyrészt ő is húzni fogja a száját, és az neked edzőként nem annyira jó, meg nem tudom, hogy azért a csapaton belüli kapcsolatok azok hogy működnek. Fogalmam, és, és, és azon gondolkozok, hogy, és egyébként mi lenne akkor, amikor, ha esetleg a csapat úgy gondolná, hogy nem ez a legjobb. Zitzer! Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kánoké kis Attillával és Kele Jánossal. És ezúttal Marosi Gerivel, a 24.hu szerzőjével. Szia Geri! Sziasztok! Sziasztok. Tegnap már Szia, Gosztuk, hogy te fogsz ma érkezni hozzánk. Minden széleskörű szakértelmedre volt szükségünk, hogy a török, georgiai és a cseh portugál mérkőzéseket itt a kellő mélységben át tudjuk beszélni. Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, és nyilván össze végigfutunk az eredményeken, hogyha valaki lemaradt volna róla. Egyrészt Törökország, Georgia 3-1, a torna eddigi talán, sőt, szerintem biztosan a legjobb mérkőzésén. Egészen elképesztő futball ünnep volt. Az utolsó pillanatig a georgiai, a grúzok, majd ezt is megbeszéljük, hajtottak és mentek a, az eredmény után, hajtottak az egyenlítését, kapufájuk is volt egyébként, és aztán még a kapus Mamárdasvili már is felfutott egy szabadrugás vagy pontrugás után, hát ha egy kavarodásban ő is ott tud előnyt jelenteni ö, a csapatának, de hát aztán emiatt üresen maradt a kapu, és végül így a törökök megszerezték a harmadik gólyokat ezen a meccsen, és végül két gólos különbséggel győztek, ö, és a csoport másik mérkőzésén pedig az első 0 0 ás fél időt követően Portugália Csehország 2-1, konszenszá a 90 plusz kettedik percben döntötte el ezt a meccset a portugálok javára, akik hát küzdöttek, mint malac a tükör Hát azon gondolkozom, hogy a, délutáni mérkőzés őrülete után ez az esti, ez ilyen totális altató, de abból egy ilyen viszonylag nagyobb. Bozsik Péter szerint a futball ünnepe volt. Ezt hallottuk itt a stúdiós szakértésben. Ezt én kicsit... Kicsit félve konstatáltam, hogy akkor ez milyen ünnepség lehet, de a délutáni meccshez képest nagyon nagy volt a kontraszt. de biztos látott a Péter magának valamilyen szépséget, ami miatt neki a futball szépség. Lehet, hogy egyébként imádja a finom, technikás portugál megoldásokat, ami egyébként ezen a mérkőzésen elég elég meddő támadás vezetéshez vezetett. Hát, hát kicsit nekem az volt az érzésem, és akkor talán beszéljünk erről, hogy mintha nagyon sok redundáns játékos profil lenne ebben a portugál válogatott kezdőcsapatban. Tehát amikor azt láttam, hogy egyszerre van fönn a pályán, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, amikor azt látom, hogy egyszerre van fönt Daló, Cancelo, egyébként a labdakihozatoroknál baloldali belsővédőt játszik Nuno Mendes, amikor azt látom, hogy Rafael Leao, próbálgatja azokat a cseleket csinálni a bal oldalon, amit fénykorában Cristiano Ronaldo csinált meg, amikor azt látom, hogy Cristiano Ronaldo lépeget folyamatosan visszafelé, hogy ő játékban legyen, miközben a másik tíz ember meggebed azon, hogy azzal az egy darab emberrel gólt tudjon valahogyan lövetni, ami nem sikerül, és akkor ezzel talán el is jutunk a legnagyobb problémához, a Cristiano Ronaldo problémához, akit láthatóan nem lehet kihagyni, láthatóan nem lehet lecserélni, de ha a közvetítésben nem hangzott el, hatszor az a mondat, hogy Cristiano Ronaldo lesen áll, miközben éppen a portugálok vezettek egy támadást, akkor egyszer sem. Miközben, hogyha a lőlapjára ránéznénk, akkor veszélyeztette a kaput, eltalálta a kaput szabadrugásból, írjuk fel valahol. Kialakított helyzetet másnak. Kialakított másnak egy ezt, helyzetet. Ezt piros betűvel jegyezzük fel. Igen, tehát hogy a számok szerintem nem néznek ki rosszul, de közben meg, hogyha valaki nézte ezt a mérkőzést, és nem futball ünnepként nézte, akkor azért szerintem maradhatott benne hiányérzet borzalmas nehéz lehet szerintem edzőként megbírkózni azzal, hogy van egy játékosod, aki, aki hát, nem, nem nagyobb, mint a csapat, de, de hogy gigász. És akkor mit csinálsz egy gigásszal, aki még fizikálisan, elképesztően rendben tartja magát, Igazából büdös szót nem lehet szólni, sőt, arra, hogy jó, elment Szaudarábiába, jó, ő a legnagyobb király, keres egy csomó pénzt, de rúg egy csomó ráadásul és nem is biztos, hogy olyan rossz neki, hogy egy kisebb intenzitású bajnokságból jön, és akkor ezt a gigászt neked be kellene raknod, mert hát ha nem, akkor egyrészt ő is húzni fogja a száját, és az neked edzőként nem annyira jó, meg nem tudom, hogy azért a csapaton belüli kapcsolatok azok hogy működnek, fogalmanni. És, és és azon gondolkozok, hogy, és egyébként mi lenne akkor, amikor, ha esetleg a csapat úgy gondolná, hogy nem ez a legjobb. Lehet ilyen, hogy a csapat ez Nem, gondolja? nem. Nem tudom. Egyáltalán ez fölmerülhet, ez a konstelláció? Vagy egy hát ennyivel a... van a csapat fölött? A, 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 a játékképe alapján szerintem nem, mert hogy annyira, annyira még mindig Ronaldo felé gravitál minden a pályán. De őszintén szóval ez a, ez a... csapatjátékoknak egy alapkérdése általában, hogyha van egy korszakos zsenid, és az a korszakos zseni még folyamatosan azt gondolja, 37-8 évesen is, mennyi Ronaldo? 30-85-ös születésű. 85 és 39 évesen is hogy ő, egy, ő egyébként egy, egy alkotójátékosként, gólszerző játékosként még mindig azon a szinten van, ahol mondjuk tíz évvel ezelőtt, és még el is várja azt a többiektől, hogy ő ezt gondolják, az mindig szokott problémát okozni. Egyébként a, a, ebből a szaudi bajnokságból én nem láttam játékost úgy visszajönni, hogy ugyan, ugyanazon a szinten játszana, mint korábban, talán egyet kántét. Azt a hogy az azért. igen, igen, igen az, rendesen az, de, de, nyújtott. De, de ő meg is, lepett engem, hogy, a hogy Ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a futómennyiséggel, mint ahogy, ahogy tőle, azt, azt korábban megszoktuk, és csodálattal állt előtte a világ azzal az elképesztő szorgalommal, ahogy futballozott. De az összes többi, ugye pár nappal ezelőtt a szerbeket emeltük ki, hogy azért nagyon messze vannak a, attól, amit, amit a Mininkovics is például Olaszországban mutatott. Tehát az, az, az nem ugyanaz a két hát játék. A és. is jól nézett ki egyébként a románoknál, ugye a Az a gól az jól nézett ki. ki meg egyébként úgy talán játékban is, de ugye ez a feladat, hogy távolról lőjön Igen. ilyen szép pontosokat, vagy esetleg a pontrugásokat jól elvégezze. Most, hogyha portugál játékra kicsit kitérünk, hát az, hogy küzdelmes volt, meg hogy meddő volt, meg hogy közben azért elég nagy mezőny fölényben futballoztak végig, az egy dolog. Az első fél végén mentette hmm. el magamnak ezt a statisztikát. Azt mondja, 20 darab beadás, ebben nincsen ebben a pontrugások, tehát akcióból 20 darab beadás, ebből kettő sikeres, 18 sikertelen. Hmm hát ennél jobb lakmuszpapírja annak, hogy valami nem működik a támadó harmadban, azért kevés van, mert értem, hogy Cristiano Ronaldo remekül fejel, hogy ő egy kiváló center még mindig, de amikor hát ilyen szép labdajáratásod van, és ennyire rossz mozgások a boxon belül, abból tud ilyen meccskép kialakulni. Hát igazából a, a csehek azok úgy tartották a döntetlent, hogy jó, hogy nyomasztó volt a mezőny fölé, de hogy azon kívül maga a játékképe nem volt nyoma. Tehát ez az a, a csehek úgy néztek ki, mint akik viszonylag komfortosan fédekeznek, mert hogy tudták, hogy úgy ez lesz. Az lett, amit vártak. Gondolom, hogy az lett, amire gondoltak, meg amire készültek. És igazából így a vérnyomásuk az ön nagyon sokszor nem kellett, hogy fölszökjön. Arról mit gondolunk? Egy meccs közben beszélgettünk egymással, amíg néztük, hogy Roberto Martinez kapcsán valaki valamiért a Portugál Szövetségben talán a belgák korábbi tornákon uh, játszott mérkőzéseit végignézve azt gondolta, hogy hm, de jó, nekünk kell ez az ember, aki ezzel a belga válogatottal ilyen remek eredményeket villantott korábban, és uh, ilyen közel került a tornagyőzelemhez. Ja, nem, uh, őt igazoljuk le, mert az használni fog ennek a csapatnak, mert én nagyon azt hasonló dolgokat azt azt láttam. nem azt mutatja, hogy a válogatottak piacán azért hát nem tolonganak az elérhető kiváló edzők? Tehát Martinez még nem is, tehát ha belegondolok, Martin ez azért itt még erősen a mezőny első harmadába. Elvileg, tartozik, elvileg igen. Tapasztalat, tudás, a, a többi. És értem, hogy mit mondasz, meg a Zsózé Mourinho nem vette fel a telefont, vagy nem reagált a megkeresésre, de hogy közben az is van, hogy ő egy külföldi kapitány itt, és azért a portugál futballnak a merítése. Úgy hogy viszonylag nagy futballkultúráról van szó, Jó, aki, hogy akár, de akár. Én pont igen, azt a magyar szállat, hogy azért annyiban különbözik a portugál futball a magyar futballból, ugye, hogy azért Magyarországon most már lassan tizen éve ahhoz vagyunk szokva, hogy a, az első osztályok, klubok több mint felénél külföldi edző van, szövetségi kapitányok külföldiek, az egy Dárdai Mártont leszámítva, és ugye ezt azzal magyarázza az MLS, hogy a magyar edzői kar átlagos, mindig nehogy megsértsek valakit, átlagos színvonala nem megfelelő, vagy nem tudja olyan mértékben követni az európai szintet. Na ugyanez Portugáliában, baromira nem igaz, mert a portugálok szenzációs játékosokat nevelnek, szenzációs edzőket nevelnek és adnak egyébként a világnak, bár talán nem olyan számban, mint az olaszok, németek mostanában, de mégis én azt gondolom, hogy ezt talán belülről jobban meg lehetne oldani, mint egy olyan edzővel, mint a Mártiz, aki egyébként a belga válogatottnál, hát azt nem mondom, hogy megbukott, de, de mindenki azt érezte, és maguk a belgák is azt érezték, hogy abból az aranygenerációból talán többet ki lehetett volna hozni. Ugye van ez a jó jogászi válasz bármire, hogy az attól függ, meg mihez képest. Na, honnan uh, nézzük, igen. Ugye a Vilmochoz képest a Mátri ez egy kiváló választás volt a belga kispadra, tehát onnan nézve az tényleg hatalmas, beláthatatlan messzeség és színvonal és távolság. De honnan nézzük, hogy ennek a csapatnak nyernie kellett volna, vagy legalább döntőt játszani egy nagy tornán, ha a játékos minőséget, meg a merítésnek a szélességét nézzük, és hát attól meg aztán, mint Makó Vitéz Jeruzsálemtől, tehát nagyon messze voltak. Hát úgyhogy igen. És, azt akarom mondani, hogy igen. itt simán ugyanabba bele lehet esni, hogy van egy olyan portugál keret, ami jobb, mint amivel megnyerték 2016-ban az EB-t. Hát meg jobb, mint valaha. jobb, mint valaha, igen. Tehát ebben a csapatban... nem mondjuk a 66-osokat. Igen, de hogy a, hogy ebben a, a csapatban... A... azért mégiscsak egy meggyőszer Benficára épül. Igen, ebben igazad van, de hogy ebben a csapatban a korábbiakhoz képest, tehát mióta még az elmúlt 20-25-30 évben, mióta a portugál válogatott újra ismét rendszeres, vagy szinte kihagyhatatlan részvevője a nagy tornáknak, azóta azért mindig volt a csapatukban egy-két-három lyuk. Nagyon sok é. nagyon jó játékos, de mindig voltak a látványos lyukak a csapatukban. Most ebben a kezdőcsapatban nem nagyon látni ilyeneket. Ez egy nagyon jó védelem. Ez, ez brutális. Ruben állás, Diassal, de. Nuno Mendessel, Pepével, majd róla külön is beszélhetünk. Megvannak a szélén is talán meg káncelóval, vagy legalábbis jobban, mint korábban. Hát a Vitinha, Palinja, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, talán nem is kell ecsetelnem, João Félix, Ronaldo, Diogo Zsota, Gonzalo Ramos, tehát ez, ez olyan olyan bomba erős. is van kit beküldeni, vagy éppenséggel nem beküldeni. És ezenek egy részét besekülték ma. Szóval Kicsit olyan ez, hogy itt csak, csak bukni lehet ezzel a kerettel, nem? Hát egyértelműen, és hogyha visszacsatolnék még egyszer, hogy van egy nemzet, amelyik ilyen játékosokat képes nevelni és a piacon értékesíteni, ráadásul ehhez játékos ügynökei is vannak, akkor ezek az ügynökök miért nem tudnak egyzőt is menedzselni? Fél, nem lehet azért, hogy, mert hogy nem buli? akár, akár a, válogatott a, kis kispadjára is egy fiatalt, és onnan, mert egyébként utánpótlásban sem rosszak, tehát onnan is föl lehet emelgetni egy-egy nevet, és aztán a nagy válogatottól is lehet utána menni klub színpadra. Igen, csak hát igaz, igaz, szerint, általában, szerint a, hát az út az azért, Igen, meg a portugál edzőjel itt szerintem először lehet, hogy inkább arra vágyik, hogy a, mondjuk a legnagyobb bajnokságokban eljusson. Porto elősöm, meg a Benfica kispadján üljön először hát is. Meg azon, meg azon keresztül mondjuk Premier és, leagueben, és onnan meg pattanjon. És, igen. és onnan, és még nem biztos, hogy a válogatott kispadban gondolkodik, nyilván Mourinho egy tökéletes megoldást lenne mindenkinek van. Valószínűleg, de még egyszer nem jött az a pillanat, hogy Mourinho is szabad volt, és a portugálok is. De erre, erre mondtuk egy megoldó képletet itt a, a meccs alatt. Nem tudom. Hát viccelődtünk ezzel, hogy lehet, hogy a Ronaldo erre még nem adta áldását. Azért azt, azt a két egó, tehát hogyha azt mondjuk, hogy Ronaldo itt a csapat fölött lebeg, és legyenek bármekkora sztárok mögötte, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, és így tovább, és így tovább, látványosan fölötte van ennek a csapatnak státuszban, respektben, imásban hát hogy ebbe az öltözőbe behoznád a másik ilyen alakját ennek a futballkultúrának, aki a maga szakmájában legalább ennyivel lebeg mindenki fölött Portugáliában. Ráadásul mindig úgy kezdi a belépőt, hogy valami nagy sztárt vagy nagy nevet kinyír azonnal. Hát de hogyha, tehát hogyha létezik az a kategória, amiben neki is beletörhet a bicskája, az bizonyosan Cristiano Ronaldo lenne. Én megnézném, mert hogy mondjam. Igen, mondjuk én az Iker Kassiás fogom neki megbocsájtani. Az, nálam egy ilyen ott vágta el magát örökre. Itt még el... akkor is, hogyha egyébként az élet az bizonyította, hogy, hogy nyilván nem tudott már ő ugyanazon a, a, szinten védeni, de akkor is. Tehát ott, neki ott kellett volna megöregetni abban a klubban. Igen, hát egy, ilyen szenárióban mondjuk lehet, hogy minden pofon jó helyre menne egyébként. Én megnézném ezt a portugál válogatott, mert lehet, hogy már sor kerül rá. Egyébként nem lehetett, hogy ez például mellette szólt, hogy mondjuk ő már volt egy másik olyan válogatott kispadján, ami szintén ilyen brutálisan erős kerettel rendelkezik, egy csomó sztárral, tehát ő menedzselt ilyet. Ami mondjuk nem biztos, hogy elmondható. Akár még azokra a portugál edzőkről sem, akik mondjuk a nagy csapatoknál vannak, mert azért ekkora egók, meg sztárok nincsenek ott. Ugye ez, ez egyrészt nagyon igaz, másrészt meg éppen két nappal ezelőtt beszéltük Galambos Danival, hogy az angol válogatott kapcsán ezek a klub hova a nagy sztárok melyik klubhoz vannak becsatornázva, hova kötődnek nevelésileg, hol van szerződésük, és hogy milyen klikkek alakulnak ebből a szempontból, a, akár az öltözön belül. Nyilván a portugál futball alapvető dinamikáit is azt határozza meg, hogy Porto, Benfica vagy Sporting és azért itt a keret egy része Benfica nevelés, egy része Porto nevelés, akik a Sportingból jönnek, persze már nem ott játszanak régen, de hát ezek azért elég erős kötődések, és ugyanígy a portugál edzők között is megvan ez, hogy na, én a Porto vonalról jövök, a Portó mögött a... álló üzleti körhöz vagyok bekötve. A világbajnok német válogatottnál volt ez, hogy ugye ott is nagyon erősen van egy Bayern vonal, és pont előtte játszott a b Sok az Bayern vonal, van egy Dortmund vonal, a kettőt össze kellene hozni, egy csomó a két csapatból jön. Ilyenkor jön jól az, amikor az edző jogi lővel az éve élen igen, és azt akarom mondani, hogy erre két megoldás van. Vagy az van, hogy hozok egy külföldi kapitányt, vagy hozok egy olyan kapitányt, aki sehova nem kötődik. Ugye ez a spanyoloknál Barcelona Real Madrid dilemma. Most éppen van egy, egy atletik Bilbao kötődésű kapitányuk, ami ebből a szempontból lehet, hogy nem rossz, mert ő ebben teljesen semleges, és egyszerre tudják őt kutyázni mind a két oldalról a szurkolók, hogy miért nem válogattad be őt a Real Madridból, őt meg a Barcelonából, stb. stb. Vagy pedig van az, mint ami az angoloknál kisült, hogy a Capello, meg az Ericsson, nem is értette ezeket a dilemmákat, nem is nagyon foglalkozott ezekkel föl, sem érte, hogy ez az öltözön belül mondjuk mekkora probléma lehet. Foglalkozott inkább a titkárnővel. Jó, hát ez jó, jó, jó. Sokkal ez... jobban érdekel. Oké, okay, ez, nagy, ez nagyon mélyre ment, szegény Ericsson. Jó. jó, hát ez, na, igen. Ugye de de gyerekek, tulajdonképpen annyira leírjuk ezt a portugál válogatott, az első győztes, kinkeserves győztes meccsot, az nehogy meglepődjünk itt a végén, hogy a döntőig menetelnek, és még ott akár meglepetést is Egy okoznak. Portugál angol döntő? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt a közvetítés közben, még néztük, én azt a mondatot találtam mondani, hogy ki miben hisz, oda imádkozzon, mert hogy itt egy portugália-anglia mérkőzés nehogy megrendezzenek ezen az Európa-bajnokságon, mert ki fog folynia a Azon a igen, hát ott akkor megint említhetjük a Moldova novellát, hogy Ezt a... lehet másik oldal is nézni, türelem. Ja, igen, a börtönválogató. Így történt. van. igen, ahogy a játékvezető, vagy a, ahogy van, százer néző feszülten fizélte, hogy a játékvezető és az asszisztens hármas, de, ó, a játékot a... megcsinálja 40 száz ultit. Hiszem, így van, ez, van, volt, ez, a, a, ez nagyon jól tud idézni. Lehet, hogy nem volt élvezetes, de attól a portugálok ezt lazán zsebre teszik, és köszönik szépen. Végül is a legjobb csoport ellenfele sikerült kipipálni. Hát gondolják ők, Hát ez, hogy a legjobbat. Is, hogy Ugyan a, csehekből, a nem láttunk sokat valójában. Tehát ez azt tehát, a hogy a csapatot de úgy nem nagyon láttuk. Hát a gyerekek azért öt kapuló volt. Egy, egyetlen kaput eltáll volt, amiből gól lett. Tehát az, azért, azért, az az azért olyan nagyon nem. Azt hiszem tizen valahány nulla lett a, a, szöglet. De hát a meccs elég nagy részén a, a portugáloknak a védekező térfelé az tök felesleges volt -e ez a mérkőzés. Az. meg, is néztem, a hőképet, a portugál csapat az lényegében azt hiszem kettő ember volt átlagosan a saját térfelén, az összes többi az ellenfél még a Cságy, ez pont fordítva volt. De Pepe hátul marad, de 41 évesen ő már erről hangáljon. ről beszélgessünk még, ugye Pepéről megdöntötte Király Gábornak a rekordját, és ő minden idők legidősebb pályára lépő játékosa az elbék történetében, elmúlt már 41 éves. Ami Cristiano Ronaldo meg nem dönti a következő elbén. Van, van, na, van legalább újabb, újabb cél, cél amilyet amiért lehet küzdeni. De szerintem Pepe már csak azért is csinálni fogom. Már csak azért is egyébként, mert, mert ugye alapvetően, hogyha van egy, egy jó genetikájú férfi ember, akinek az izomzata, a, 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 az agya nem öregszik ebben a játékban, akkor azért alapvetően rombolni mindig egyszerűbb, mint építkezni. Tehát tovább fogja húzni a védő, mint a támadó. Hát erre mondja Cristiano Ronaldo, hogy, hogy nem fog, fog meg a söröm, és, és, megcsinálja ő. De egyébként tényleg az valahogy, ha nem is olyan ódát, mint Vót Véghorst felé Attila, de azért zengünk itt Pepéhez, aki hát egy rendkívül alattomos, mocskos védőként kezdte a pályafutását, tényleg emlékezhetünk botrányos álmok futásaira, és ehhez képest egy ilyen szelíd, nyugodt, higgadt tanárember. De, de ő is, is, de ő ő is a... alatt volt a, a leg, leg... Akkor volt elemében az Há, ember. ő az előtte is ő... nagy hentes mészáros volt. Igaz, hogy Pepinél szerintem a, a kevés játékos van, akiről a saját klubja szurkolói is lehet, hogy megegyeznek, hogy egy gigantikus tűrhő a pályán. Tehát az még az, amikor még a saját szurkolódnak is kínos, amit Pepe csinál, és ahhoz képest egészen, egészen tényleg letisztult, meg lehiggat, meg, meg semmi, a, nem megy a bíró arcába, nem tapos senkinek oda, nem csinál semmit, ami különösebben, és, és mondjuk, ami sokkal, az, az egy egészen tisztelt remélt hogy 41 évesen te még kezdő vagy egy olyan csapatban, amit szó nélkül mondhatunk az EB egyik esélyesének. Tehát ahhoz valami hihetetlen szinten kell karban tartanod magad, mentálisan, fizikálisan, mindenhogy. Hogy, mert a, ez, azért nem, az, nem, úgy esett le ez a hely neki, hogy hát nincsen más. Portugáliában történetesen véletlenül nincs több közép hátvéd. Van. És még ennek ellenére is ő a kezdő, és nyilván ugyanez igaz Ronaldóra is, hogy 39 évesen is az, hogy még te vagy a center, az azért elég sokat jelez. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mindeket Pepénnek nem tudom, most, ő most megy a portótól, ugye? Az volt, hogy Igen, ez van, lejár, igen, hogy lejár megy. a szerződés, és elvileg megy. És elvileg megy. Nem tudjuk még, hogy hova, vagy legalábbis én nem hova tudom, is hogy meddig, hova. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig folytatják Ronaldóval. mert azért ők, ők ilyen szempontból tök jó példák arra, hogy mondjuk a mai orvosi háttérrel, ami a top kluboknál elérhető, meddig lehet meghosszabbítani a karriert? Azért ez nagyon futballban szerintem egy nagyon nagy mértékben genetika. Tehát a futball ö, pályamérete, futás mennyisége és ütközés mennyisége és a, a, az intenzitása az, 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 olyan komoly igénybevétel, ami azért mondjuk ezt az állítást némiképp szerintem nem azt mondom, hogy cáfolja, de, de nem ugyanaz, mint mondjuk kosárlabdában, vagy vízilabdában, vagy, vagy jégkorongban, ahol ugye egy perceket, 50 másodperceket, vagy a jégen utána pihensz ami szintén nagy igénybevétel, nem akarom a jégkorongot lehúzni, mert két-három-négy kilókat fogynak egy-egy egy meccs alatt, tehát brutális igénybevétel, de mégis más az intenzitás. 90 percen keresztül pörögni, forogni, irányt változtatni, ütközni, esni kell, sprintelni, nagyon-nagyon nehéz. De az, hogy szerintem ő 41 évesen még mai napig ilyen szinten játszik, az, az egy, egyfajta genetikai csoda. Ahogy a Ronaldo is az 39 évesen. Beszélgessünk egy picit arról, hogy itt a csehek mégiscsak szereztek egy gólt, és említettük, hogy nem nagyon merészkedtek át az ellenfél tér felé, de mégiscsak szereztek egy gólt. És milyen szép 0,04-es XG-ből lőtt a Provod a gyönyörű gólt. Hát ezzel most már a 12. E 16-oson kívülről szerzett gól. Uh. Ezek közül úgy egyetlen egy volt, aminek 0,1-nél magasabb volt az XG-je, az a bizonyos üres kapus gólja a törököknek. Az összes többi ugye nagyon-nagyon alacsony értékű helyzetből született, és a Geri is kiszámoltad, hogy a tavalyi világbajnokságon összesen volt ennyi 16-oson kívüli gól. 13 volt Katalban. Egyet több volt. Ami a... mondjuk nagyon alacsony volt a VB-k számához képest, és már most ott tartunk egy kör alatt, ami egészen érdekes, meg az is, hogy hogy emelkedett magának a távol, maguknak a távoli lövéseknek is a százalékos is aránya. aránya. Igen. ez most nem tudom, hogy ez még az, hogy kis minta, és csak mindenkibe beleállt a lövőszellem, de nekem nagyon gyanús, hogy ennyit lőnek kívül távolról. Nagyon gyanús, nem, nem is tudom, is a hogy nem, sok próbálkozás. sok a, a próbálkozás. Nem tudom, hogy például labdának lehet-e köze hozzá. Nem, nem, nem hallottam legalábbis, hogy bárki beszélt volna. Általában szoktak minden torna úgy kezdődött éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül, hogy elkezdtek a kapusok panaszkodni a labdára, hogy ez borzasztó, ez Igen. szitál, ez megy össze-vissza, ezt nem lehet megfogni. És van a Jabulani, ami még jobban. Igen, de most ezt nem hallottam ezelőtt a torna előtt. Vagy, Nincs sem. vagy erre már immun is lettem. De lehet, nem hogy nem egyszerűen volt. csak lehet, hogy amikor próbálgatták, rájöttek, hogy nagyon jó lehet távolról próbálkozni vele. Jó mondjuk egy olyan meccsen, mint ma a török grúz, amin rohangált, mint az állat mindenki, és ömlött közben az eső, ott nyilván megpróbálod. Van az szerintem, ugye, hogy arról beszéltünk talán ebben a műsorban is, meg talán nem is egyszer, hogy az Európa-bajnokság lebonyolítása alapvetően azért kedvez a kezdeményező futballnak. Tehát itt nem kell az első meccsen betolni, beásni magad a kapudelé, semmi baj nincs, ha az első meccsen kikapsz valójában még akkor sem feltétlenül, ha másodikon. Nyilván nem mindegy, hogy hány góllal kapsz ki, mert a végén számít majd a gólkülönbség, akár ezen el is dőlhet, hogy ki lesz legjobb csoport harmadikok között, és ki nem. De alapvetően sokkal kockázat vállalóbbak a csapatok. Most nem tekintjük Southgate-et meg Dösampot, hanem úgy az átlag csapatokat. És közben van az, tehát nincsenek ezek a nagyon mélyen beásott véd, védelmek, ahol tényleg így 8-10 embert kéne átlőnöd, mint egy, világ, mint egy világban csoportkört képzeljétek el. Tehát ott van minden körben 4-5-6-8-10 csapat, aki ezt csinálja. 10 beállnak két vonalba, vagy nem tudom, 8 és akkor ott próbálja meg átlőni az ember tömegen, nem fog nagyon tudni. Ezen az ebben szerintem sokkal szélesebb folyosók vannak, sokkal több tér van, nincsenek ilyen jól megszervezett, vagy ennyire mélyre meghúzott védelmi vonalak és egy csomó olyan helyzet van, ami tényleg kínálja a lövést, az meg, hogy most ennyi bejön belőle, az nyilván valamelyest a mintatorzítása, meg úgy általánoságban egy véletlenszerű esemény. A, abban biztos vagyok, hogy az, hogy mennyi gól lesz, az, az, az így, én nagyon szeretem, szerintem minden szurkolón imádja, azt tehát nagyon kevés dologon, ami nagyobb eszétikai elégedettséggel tölt el, mint mondjuk a nem tudom mit a hogy fogja, és így valami irgalmatlan méretű bombázódik a kapuba. És a legjobb. Tehát, és akkor látod a szurkolókon is, hogy milyen extázis van, meg hogy a meccs így lélektadilag is azért ez óriási hatással lehet egy ilyen. Amikor ne, nem elég az, hogy gól, hanem még ekkora is. Behozhatok egy újabb lehetséges megoldó képletet. E és egyébként nincsenek adataim erről, de mondjuk az biztos, hogy a futball is elment a statisztikai szabályszerűségek irányába. Ezt ugye mi is megállapítottuk, az XZ pont ezt mutatja, és még számtalan ilyen van. Az XZ például azt mutatja, hogy adott szituációkból, száz lövésből mennyi szokott általában bemenni a kapuba, vagy mennyiből lesz gól. És akkor ugye az nagyon egyszerűen működik a szori, ha 0,02-es, akkor onnan kevesebbet próbálkozunk, mert, mert minek? Ugyanakkor a, kéz, a labdarúgásnak van egy másik irányzata is, ez főleg a klubfutballban figyelhető meg, de a válogatott futballban is a, a, a jóval erősebb válogatottak és a, az underdogok általában úgy néznek ki, ezt is nagyon szok, sokszor szoktuk mondani, mint a kézilabda meccset játszogat, a körbe passzolgatják, ugye a 5-3-2-be, vagy 4-4-2-be, vagy 5-4-1-be fölálló védő nagyon szépen próbálják zárni a területeket. És ha már kézilabdánál tartunk, akkor kézilabdánál mi az egyik megoldás? Ugye alapvetően az átlövés azzal, hogy, hogy a nagyon jól záró védekezést valahogy megbontsad. De az átlövésnek mi a pszichikai reakciója? Ha egyszer bejön, mindig ki fognak lád lépni. Ha lősz egy veszélyeset 16-ról, 20-ról, 24-ről, garantáltan, hogy ki fog valaki rongyolni rád a következő, mert a kapus minden szituációban üvölt veled, ugye a védővel, hogy menj, már ne hagyjad lőni, mert életveszély. Holott egyébként a statisztika azt mondja, hogy 0,02, meg 0,03. Na, amikor megnyílnak ezek a sávok, mert valaki kirongyol, ott már a lövőcselből már vagy passzjátékkal, vagy egyenes bepasszal már is lehet szituációkat találni aranypontra. Nem lehet, hogy, 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 eljutott a futball arra, hogy tovább lépett még egyet? Bár általában nem a válogatott tornákon szoktuk látni az újításokat zárójelbe jegyzem meg a futballban, hanem, hanem inkább a klub futballban, de, de, nekem van egy ilyen magyarázatom, aztán döntsétek el, Ez hogy jó vagy nem jó. Szerintem ahhoz egy pici minta, tehát hogy... Nah, nagy -a, nagyon tehát, pici, hogy pici minta, persze. Ugye az, hogy valamilyen 0,02-es az XG, az azt jelenti, hogy hatalmas nagy mintán az jön ki, hogy arról a pozícióból nagyon pici a valószínűség. Hát, annak, ahhoz, hogy, hogy száz, száz, ilyen lövést lássám, az, az Igen, mind. de egy hogy egy bajnokság itt, kell itt, körülbelül. Jóval nagyobb teljes, teljes beszélgetünk, meg egy globális mintáról, vagy topligás mintáról beszélgetünk, nem csak egy adott bajnokság, vagy egy adott sorozatnak a mintáról beszélgetünk, tehát hogy ez egy ilyen nem egy egyirányú dolog, hogy azért ritka a gól, mert nem lőnek onnan, hanem hogy azért nem lőnek onnan, mert hogy onnan nem éri meg lőni a történelmi tapasztalat mint, alapján. Mint a három pontos, ugye, meg a két pontos, hogy megszűntek ugye a középtávoli dobások a kosárlabdában, mert ugyanolyan biztonsága dobálják most már három I pontos, igen. És egy ponttal többet adnak. Szóval én inkább arra gondolok, hogy ha mondjuk, nem tudom, van egy Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern München, Real Madrid, ahol mondjuk ilyen analitikus gondolkodó edzők is dolgoznak, vagy a stábban vannak ilyen tagok, akkor el fogják mondani, hogy a gyerekek, tudunk olyan csapatjátékot csinálni, amiből magasabb értékű helyzeted lesz, kedves Bernardo Silva, ne lövöldözre ezeket, tudjuk, hogy nagyon jól ősz, de a híd bíz a játékunkban, egy 38 meccsös bajnoki szezonban, egy még arra rájön 10-valahány kupa meccs, hidd el, hogy be fog jönni, tudunk jobb helyzetet generálni, és majd azt kell előnöd egy válogatott tornán, hát nézd meg a portugál válogatott játékát, nem tudnak nagyobb minőségű helyzetet kialakítani. De nincs is 36 nincs meccs, is de nincs is 36 meccs Igen, hogy ezt kidobod. Me, me, meg ez a másik, hogy nincs annyi meccs, hogy kidomborodjon Igen. ez a fölényed, és akkor és, már felé, és már is felé az, hogy mivel kevés meccsed van van három rossz meccsed, mehetsz haza, akkor felértékelődik az, hogy ha kettőt jó eltalálsz távolról, az igen sokat segít. Egyébként és a másik oldalon is, a védekező csapatoknak is, mert ugye akik meg azt mondják, hogy ö, nem minden az XG ilyen szempontból, uh -huh. hogy a, a gyengébb csapatnak meg megéri lőni, mert hogy úgyse lesz annyi helyzetet, tehát meglátod a kaput, akkor a nem tudom, FA kupában az ötödosztályú csapat meglátja az Old Traffordon a kaput, az elkezdi oda ütni, mert hogy Örül, hogy látja. Abszolút. Ez nyilván ezen a szinten ez jóval kevésbé. Ö... Hát a Pont van szó, egyébként hogy... zárójel az ukrán-román meccs, az ugye pont ilyen volt, hogy elborult a pálya, ugye teljes mértékben oda szaladtak kétszer, két bomba nagy gólt lőttek, aztán meg még egyet. Hát pláne, hogyha annak a játékosodnak a lábán van alap, de egy ilyen helyzetben, amikor a szovéreknél a seskó meglátja a kaput 25 méteren belül, akkor nincs az, az edző, aki azt mondaná, hogy fél. Tett, tett tovább Igen. a Jánzsa nevű baloldali szányvédőnek, nem fia, mert látod a kaput 25 méteren, lőjél, aztán reménykedünk a legjobbakba, de ugyanez a csunári és fél, meglátod a kaput az ukránok ellen, és ott vagy, látsz egy folyosót, hát lőd bele. Háthag. Volt egy, ö, azt hiszem, holland-belga kutatócsoport, ami ezzel foglalkozott, illetve az, hogy a döntéshozatal az ö, milyen befolyással ö, lehet. Ők is azt mondták, hogy annyira bonyolult a futball, hogy ez nagyon nehéz olyan modellt alkotni, amivel mindent megtudunk, de ők arra jutottak, hogy egyébként, ha csak a trendet követed, hogy azt mondod, hogy minél magasabb minőségű helyzetekre megyünk rá, akkor valószínűleg egy csomó gót benne hagysz a pakliban. Mert azt mondják, hogy ha ott van nálad a labda, játékosként, és ellövöd, akkor abból már biztos, hogy lehet valami. De hát viszont ha a... tovább játszod, akkor lehet, hogy az befutcsol az a dolog. Ezt a magyar futball szakzsargon már nagyon régóta hogy a... Lövésből, lövésből lesz, lesz, a gól. lesz a gól. Pontosan ezt akartam mondani, De hogy is. kevésbé erős kutatói vénával megáldott é. emberek ezt úgy szokták mondani, hogy lövésből lesz a gól. De egyébként ez hát. nagy igazság alapvetően. Minden, minden, minden támadás bóra, be kell fejezni. Az, az, a az akkor... azt hiszem, hogy Berken Boller, aki azt mondta, hogy ha nincs semmi ötleted, akkor az sem rossz, hogyha egyenesen berugod a kapuba. <laughs> Na, beszélgessünk akkor erről a török-grúz-georgiai meccsről, mert ezt nem tudom, meg tudjuk-e fejteni, hogy lehet-e georgiának kell most már hívni az országot, de hogy ettől a nép, aki ott lakik, az vajon maradhat-e grúz, vagy ők georgiaiak lesznek, de és akkor ez az agy... Azt agyar... rossz kimondani is, mármint, hogy nehéz. Csak hogy akkor ezek után lehet, hogy csehországiak és portugáliaiak... És akkor ez egy, egy, olyan trendet indít be, amit én nem akarok Pont végigjárni. Nem, nem akarok végigjárni. se Csehiaiak most már. Igen, most már ők, nem magyarul azért maradtak Csehország, mert miért a... is Majd amikor Velsz is nevet változtat, az, Na, lesz az, igaz, az, lesz az, az lesz az igazán szép. Szóval ez egy remek meccs volt, és szerintem ennek az ebbé eddig a legjobb meccse. Mindenki imádta Hát a néző szerintem. szempontból szerintem parádé volt, irdatlan mennyiségű kapuralövés, 37-8, mennyi volt valami 30 fölötti. 36. 36, 36, 36, igen, 36. De azért az, az egy tetemes szám. Ebből 13 szám. eltalált a kaput, az tetemes szám. Ez nem rossz. Két bombagol. Úgy, úgy minden volt. Kapufák, ami... kapufák örjöngő nézők. Meglepő egyébként, hogy a, a grúzok vagy georgiaiak ennyire jók. Geri, itt rád nézek, mert, mert ugye azért a, a grúz futball történelem, vagy a Szovjetunióban a grúz csapat, kirakat csapat, mint Nabót Biliszi történelme, azért ott tartogat meglepetéseket. Történelmileg ők a harmadik legerősebbek, a ha volt Szovjetunióban. Így van. Két De bajnoki cím, két kupa győzelem, azért az egy, az egy masszív, masszív Szerintem, szerintem képes, nem annyira erős. A, a szovjet válogatóban mindig voltak mindig rú, vilik. Mindig, igen. voltak vilik. Igen. igen. Csivadze. Vagy igen. Tetradze. Igen nem annyira hmm. erős szerintem maga ez a grúz csapat. Az, hogy a törökök mondjuk nem tudnak védekezni, vagy nem tudom, hogy mi volt az elképzelés védekezés. Fú, tehát, hogy van egy olasz edződ, és, és a ilyen alacsony blogba védekezel, de igazából moziznak a játékosait, szóval, hogy ez minden ilyen sztereotípiát cáfol fogalmuk nem volt, hogy mit kell csinálni. Úgy, úgy mikor, hátramentek hátra vezetés tudatában, hogy na, akkor most védjük az eredményt, hát sokkal rosszabbak azt lettek. Nem kell, azt nem, azt kell, kell, van, 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 azt nem van, kell, erőltetni, abszolút. Igen, tehát előre kéne. Nem szóval, szóval, nem tudom, a, tehát a törökök ott hátul finoman fogalmazva sem stabilak, a grúzok meg elképesztően szuper lelkesek, és az életük élmény. Ez olyan, mint nekünk 2016 volt, nem? Hogy kimész, és minden ajándék, és hát, ha bejön. És totál úgy mentek neki hogy... És ezért vannak jó játékosaik. Hogy, hogy, és meg, meg, van az a tengely a csapatnak, meg az a néhány húzó ember, akitől meg így, így vároda, vár hát, a, 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 aki meg is húzta. Az extrát. Aki meg is húzta. Hát a, a kvaráckéliát a... állandóan duplázták, triplázták, ezzel együtt osztogatott kötényeket, meg első egy-két csele általában sikerült, aztán a harmadik emberen akad. de hát amikor neki nem sikerült, akkor előlépett a Kakabadze nevű jobb hátvéd, aki nem tudom, ilyen futszálosokat megszégyenítő tripliket nyomott a vonal mellett, és csak így kamilláztam, hogy ez micsoda. Ugye a Kautadze azért az idei francia bajnokság már bontogatta a szárnyait, 13 gól 20 meccsen a, a mecc színeiben. A kapusuk a Mamár És nagy részt tavasszal lőtte. Nagy részt tavasszal lőtte. Ősszel alig játszott. Csak Vetadze sem egy rossz játékos, a tízes mez talán ebben segít el nekem, nekem, kicsit olyan érzésem van a, a grúzokkal kapcsolatban, mint hogyha a nyolc vagy négy év, vagy három évvel ezelőtti magyar válogatottat látnám, hogy van három, négy, öt egészen jó játékosuk, vannak mellé kifejezetten megbízható, kiegészítő játékosok, abszolút fölvállalják az underdog szerepet, és egyébként őszintén alázattal mennek és hajtanak, és ez, ez nagyon szimpatikus. Abszolút. De egyébként most, ahogy játszottak, az abszolút nem lógott ki lefelé abból, amit eddig látunk az EB-n. Hát, ami, ami, az, ami viszont azt jelzi, hogy szerintem az UEFA-nak ritkán dicsérünk nemzetközi labdarúgó szövetségeket, de hogy azért az elmúlt időben több olyan ötlete volt, ami szerintem nagyon jól bejött. Az eb n a létszám emelés szerintem teljesen, tehát nem az van, hogy kapsz ilyen teljesen felesleges csapatokat, hanem azért ezen az eb n is egy csomó olyan csapattól látsz tök jó sztorikat, játékot, amit nem is feltétlenül, feltétlenül vársz eredetileg az is egy nagyon jó ötlet, hogy megnyitották a, azok számára legalább egy helyet kiskapunk keresztül, akik egy hagyományos csoportban az életből, de ezt a grúzok maguk mondták el a kiutás után, hogy mi egy normális csoportból nem jutnánk ki, mert nem vagyunk elég erősek ahhoz. Ahhoz viszont elég erős, legutóbb is ugye majdnem kijutottak az észak macetónokon akadtak fel, hogy egy, ha van egy kiskapó, akkor azon keresztül playoffon lehet, hogy ki tudunk jutni. És, és ez olyan szempontból jó, hogy, egyre több országnak biztosítja ezt az élményt, és ez szerintem óriási dobot, hogy vissza akarsz oda jutni. A szurkolók is át akarják megint élni azt, hogy, hogy milyen az, amikor kint vagyunk. És ebből a szempontból szerintem az tök jó, hogy ilyen jó meccset tudnak játszani, mert nem az van, hogy felemelték a létszámot egyébként, milyen csapatok jönnek, meg még be is engednek így a Nemzetek Ligájából ilyen mindenféle ezek kis kapukon keresztül csapat. Mit keresnek itt ezek, és lehetne úgy játszani, hogy azt mondod, hogy tényleg semmi keresni valója nincs. Ehhez képest meg az egész ebbi eddig legjobb meccsét játszották. Azért erről az Árdegül erről beszéljünk még egy-két egy, mondatot. Nagyon jól megérezted, hogy hova szeretném terelni Igen, a beszélgetést. jó, megelőztelek. Ötödik legfiatalabb gólszerző az EB történelemben. Most nem fárasztanik senkit az, hogy mondja az előtte levő négyet. A legfiatalabbra emlékszel? De a debütálóból a legfiatalabb. Debütálóból a legfiatalabb, aki a debütálásán az első ebbi el nyitó meccs, meccs... nyitó meccs. Igen, tehát az, első ebbi el, 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 meccs, és gólszer, ez ugye Cristiano Ronaldo rekordját a döntötte meg meg Bene volt még, aki tínédzserként az első Erbély gólt ott lőni 1964-ben. Fonlántán volt, aki nagyon fiatal. Tökéletes. Az 18 az éves még... és 141 <h éc beleza> nap. Vén Rooney a második, ugyanarról az Erbéről, 2004. Renato Sánchez 2016-ból, ő sem hmm. volt még 19 éves, és a mostani szerb kapitány, Pixi Stojkovic 19 évesen és 108 Na naposan. Erre mondjuk, mondjuk ebből ez lepett meg. Ezt Na, ők, ők négyen vannak, Árda Güler, előtt ezen a listán. Egyébként tökéletesen lekopírozta Güler az első válogatott gólját gyakorlatilag, ugyanígy jobboldali félterületből átvette és ki a hosszú pipát és nem is csavarta. Én néztem a hátulra, a hátsó nem, nem. Az, az nyíl sem az ment az, a labda. az ment befelé az... oda, talán a kapufa belső de élét, élét is Ilyenkor szokták kicsit ilyen belső csüddel ilyen körbelőni a kapus, de ez, ez izomból el. Nem, ke, nem, kell az, nem kell ilyen finomságokkal törődni. Volt a... meg, ő is meg... nagyon jól nézett ki. Én nem is nagyon értettem, hogy a kommentátor mondta, hogy csendes meccse van, meg hogy ez volt az első nem, villanása. Az első azt hiszem 22-22-es passza volt, és nem tudom hányszor, hát azt hát, három vagy négy helyzet volt. nagy helyzetet alakított mm. ki, tehát ilyen zicser közeli lehetőséget, ugye ez eddig a legtöbb volt. egy meccsen, az egész meccse vetítve, egyébként ebben a Szobosztály Dominik is benne van, csak, a, csak mondanám azoknak, akik szerint a Szobosztály Dominik minősíthetetlenül játszott az első ebbé meccsén, hogy ebben a statisztikai kategóriában vezet konkrétan az L-n. Többekkel egyetemben a két nagy helyzet kirakítással. Güller öt kulcspasztalot végül a, a teljes mérkőzésre vetítve. Egyébként tinédzserként ez az Erbé történetben rajta kívül korábban csak Wayne sikerült, tehát ebbe a klubba sikerült bekerülnie. És még egy érdekes adat, hogyha ez valakinek érdekes, ugye idén hat gólya volt a Real Madridban sokáig sérült volt, és igazából tavasszal tudott bebeszállogatni, de nem volt túl sok játékperce. A hat gólyát, azt hat darab kaput eltaláló lövésből szerezte. Tehát ha ez a srác eltalálja a ketrecet, azt egyre ebben a szezonban még nem láttuk, hogy kapus kivédi. Éles fegyver van a lábában. Igen, ha, ha, már arról esett szó, hogy mennyi a távoli gól, azért mondjuk Árda Güler és Csálánagú, az úgy meglehetős tűzerőt jelent. De az komoly. De egy, de igen. Azért kíváncsi lennék erre a török csapat pont mondjuk a csehek ellen mert hogy a csehek azt, azt mutatták, hogy tudnak védekezni, a törökök meg azt mutatták, hogy amíg nem védekezniük kell addig tök jók. De előrefelé azért ez így előrefelé jól nézett idő, ki. Jól nézett ki, időnként kimondott a látványos is. Nem véletlenül mondják azt, hogy azért egy nagyon fiatal kerettel vannak ki, ebben azért érzik a kraftot. Egy Igen, és ott, ott van a Kenan Ildiz, őt talán említsük még, meg ő is jól játszott, és ö, gólt érdemelhetett volna a játékával, ugye, volt is visszavont találat, szóval ö, nem néznek ki rosszul, amíg náluk van a labda. Aztán majd, amikor tényleg kiderül, hogy te, csehek, az egy az jóval masszívabb, az, amit csinálsz, jóval nagyobb minőség, Jól védekeznek, látjuk a második körben. <laughs> Ugye, mert hogy vége van a, az első körnek ezzel a, a mai két mérkőzéssel, és Holnap folytatjuk. folytatjuk. Holnap folytatjuk, nem akármilyen mérkőzésekkel, mert például Horvátország-Albánia, Ez csak azért mondom először, mert ez lesz délután háromtól, és hát hattól jön a Németország-Magyarország mérkőzés, nem akarom elcsépelni ezt, hogy sorsdöntő és hasonló dolgok, de hát a továbbjutás szempontjából tényleg létfontosságú, mert, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy elvárás volna a magyar válogatottal az, hogy itt pontot vagy pontokat szerezzen, de, de mondom, hogyha a Csányi Sándor úr elnöki szavaiból indulunk ki a Európa Bajnokság előtt, ami úgy hangzott, hogy elvárható a továbbjutás? Hát, ha jól emlékszem, nem tudom szó szerint idézni, de hogy ilyen... ilyen Reális? E, ilyen, e előmenetellel, ilyen csoportgyőzelemmel úgy érzi az elnök úr, hogy, hogy megérkezünk oda, hogy esetleg már elvárás lehessen egy, egy továbbjutás. Azért érdekes ez, és nem akarok hosszan beszélni uh, erről, de hogy a svájci mérkőzés után többekkel beszélgettem arról, itt talán ebben a körben is ma, hogy, uh, hogy ez volt az első meccs a magyar válogatottnak a 2016-os LB kiutás óta, amikor volt valamiféle veszíteni való. Nem azt állítom, hogy olyan típusú nyomás, hogy itt kötelező a győzrem, de hogy, hogy megszűnt az a típusú hozás, hogy hát itt ajándék minden perc és pontos passz. Tudod, mi lehetett por. még ilyen, az Izland elleni hazai. Mert ott egyértelmű volt, hogy mivel társrendezők vagyunk, azért ki kell jutni, az ki volt mondva, ja, ki de kell hogy jutni. De az a selejtezőben a még, selejtező, de hogy igen, 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 a, mint mint a végén, a végén vert a Dominik. Igen, ugye, az volt az nem a, valóban Igen, nem. igen. És, na viszont ez most a németek ellen nyilván nem lesz. Tehát ez a típusú teher, ha van ilyen teher, és ha ennek volt bármi jelentős vagy súly abban, hogy úgy sikerült az az első fél, de ahogyan sikerült, tehát nem sikerült. Ettől viszont most megszabadult ez a csapat. Visszaálltunk a most már sokat gyáran mondom el az egyel vagy kettővel ezelőtti fejlődési stádiumunkhoz, amikor már nagyon biztosan tudtunk egy, egy mély blokkot védekezni 5-3-2-be például, és abból nagyon céltudatosan támadtunk bizonyos területeket. Ez egy nagyon érdekes dilemma, mert én kifejezetten nem ezt szeretném látni a Ez egy más kérdés. Én, 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 szerintem, a... én szerintem meg inkább ez lesz. Szerintem nem fogunk ugyanígy 4-3-4-2-1-ben, és főleg nem jobb oldalon erőszakolni a labda kihozatalás, vagy megpróbálni a labda kihozatal, de majd meglátjuk. Hát ezt majd nyilván én csak tippelgetek. A ja, már előre. teher, azért a németekről is lecsúszott egy elég nagy. Hát nekik már Ahogy, ahogy 2006-ban is pontosan ugyanezt történt velük, hogy nekik ez nagyon kellett, hogy a finoman szóval nem meggyőző korábbi időszakok után elkapják a rajtot. Ez elkapták, tehát szerintem most is egy nagyon nagy teher lecsúszott. Most az, ahogy ott a skótokat hagyon verték, gyakorlatilag az már biztos, hogy ők tovább fognak menni, mert hogy a három ponta is jó lesz a gólkülönbségük. Nekünk igazából azt mondom, hogy azt kell, el elker mindenképpen elkerülni, hogy így belecsúszunk valami így sok gólos Igen verésben, mert onnan ezt Mexikóval is tudjuk, hogy, hogy volt még Mexikó, ha csak 5-0-ra kapunk ki a szovjetektől, akkor tovább jutottunk. Azt hiszem, hogy van? egy vagy két gond volt. Vagy ugye, kettő, ugye Uruguay, aki 6-1-re kikapott vagy... Dániát, ők tovább jutottak. jutottak. Mondjuk nem tudom, ki segített volna. És az a rendszer volt. Nem tudom, ki segített volna, ha az a csapat a Maradona féle argentinokkal összefut a nyolcad döntőbe. Már nem tudjuk meg soha, lehet, hogy nem is rossz ez így, hogy nem tudtuk meg soha, de ugye az következett volna, akkor ha sikerült tovább jutni, de tényleg van jelentősége nyilván a, a különbségnek. Annyit mondjuk még el, hogyha valaki innen értesülne arról, hogy Négo nem épült fel, tehát Négo nem lesz kezdő, Langádám maga árult el, hogy valószínűleg ő sem lesz a kezdő csapattagja. tagja. sem játszhat? Balok sem játszhat, hiszen nem edzett a csapattal, úgyhogy egyenesednek ki a kérdőjelek, aztán meglátjuk, hogy lesz ezekből hát, felkérdője. Még inkább szűkül a választási lehetőség. Vagy hát a igen, elfogynak az opciók lassan. Én valószínűségem, hogy a Fiola. Csak összeállítja magát. <laughs> Fiola, Orbán, Dárdai, Márton védőhármasra fog majd kezdeni. legalábbis meglepődnék, ha nem így lenne. Aztán meglátjuk. És mit vártok? Jó, hát ez a leggonosabb kérdés ilyenkor. Vagy nézze meg mindenki. Én egy-egy, egy, EB, egy, egy EB, egyegyes... EB 24 pontú és találja ki, hogy melyik, vagy te melyik vagyok én, meg melyik a geri. Én egy egyes döntetlen <laughs> döntetlent húszam, egyrészt mert botrányosan rosszul állok a tipjátékban. Ez még nem meglepetés, csak úgy tényként jegyeztem meg, úgy, hogy nekem most már meglepetés kell tippelni mindenre. Én a 60 helyen előrébb vagyok, és botrányosan rosszul állok. <gül> <gül> és ö, én három 1 es meggyőzöm, tippeltem, de egyébként egy-egyben reménykedek én meg a szívemre hallgattam. Mit húztam? Én meglepetést húztam. Mármint, hogy kettőjére nyerünk. Na, legyen így, és legyen ez a végszónk, annyit még csak, én, hogy. A... Én nagyon bízom abban, hogy a, a németek kétszer egymástán nem tudnak ilyen golzsák kiszakító futballt játszani, és én nagyon bízom abban, hogy azért az a, három, a utóbbi három meccs az mély, mély, mély nyomot hagyott bennük. No, annyi, hogy most itt nyilván a szívünkből beszéltünk, én és a reményeinket fogalmaztuk, meg nem én. pedig az elvárásainkat. Ö, meglátjuk, hogy mi válik ebből valósággá. Annyit meg mindenkinek, aki játszik velünk fantasy focit az Itzer ligájában, az ne felejtse el, hogy ugye új meccsnap kezdődik, tehát lehet variálni a csapatokat, lehet cserélgetni, lehet wildcardot húzni, hogyha valaki annyira rosszul áll, mint én, bár az nagyon nehéz, mert annyira rosszul tényleg nehéz állni, hogy én állok egyedül az Árda Güler jött be a kezdőmből. Senki más, úgyhogy ezt tegyétek meg, hogyha játszatok velünk, és tartsatok velünk holnap is, amikor élő jelentkezéssel jövünk majd, 21 óra 30 perctől nagyjából. Kalmár Zsoltot várjuk ide a stúdiónkba, aki győrben fogja nézni a mérkőzést a barátaival, aztán indul ide hozzánk, hogy együtt beszéljük ki ennek a mérkőzésnek a tanulságait. Geri, neked köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm szépen a meghívást. És mindenkitől búcsút veszünk, találkozunk holnap, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.